azért jöttem ide, mert nagyon szeretek néptáncolni, és adódott, hogy eljövök ide, hiszen szerettem a cigánytáncokat is, és tanultam is, és azért szerettem volna még jobban fejlődni benne, és nagyon örülök, hogy tanítottak minket, mert nagyon szépen és autentikusan táncolnak, és nagyon nagy tudás van, úgyhogy örülök, hogy tanulhattam tőlük. Azért örültem, mert hallottam, hogy itt a cigány misztője remek táncolat fog csinálni, és mindig is érdekelt más kultúrák tánca. Nagyon szuper volt, itt remek mesterektől lehet tanulni, és tényleg átsajátíthatjuk a cigánytánc alapjait, és ebből kezdhetünk építkezni. Ez a mai nap sokkal jobban sikerült szerintem, mint a tegnapi. Ez lehet, hogy betudhatóan az időnek is, mert tegnap sokkal melegebb volt. Meg a kedvünk is rosszabb volt, úgyhogy most ez a mai nap nagyon jól sikerült, én úgy érzem. És hogy láttad a fiatalokon, hogy érezték magukat? Milyen viselkedésre nagyon jól érezték, igen. Mindenki megköszönte a táncoktatást, mondták, hogy nagyon sok. Volt, aki azt mondta, hogy nagyon sokat tanult, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Hálásak vagyunk, hogy eljöttek. Tök jól megtanították nekünk a lépéseket, úgyhogy igazából ennyi, nagyon jól éreztük magunkat, meg jól is esett most, még a meleg ellenére is. Tanultam százcsalási cigánytáncot és marosmentit, azt hiszem, viszont egyiket se komolyabban, és nem is értek hozzá, szóval szerintem nagyon nehéz a cigánytánc, és nagyon sok idő kell, hogy el lehessen azt sajátítani, úgyhogy, de nagyon élvezem, tehát ez kétségkívül a legnagyobb buli.